Tavaszi vetés, rendőr szeretne lenni a Györfis diák, húsvét a református egyháznál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 1-én 18 óra 5 perckor. Domján Sándorral, a Kunagró 21 Kft. Főmérnökével arról beszélgettünk, hogy a március végi mínuszok mennyire befolyásolják a már kikelt vetést. A szakember szerint nem jelent súlyos károsodást az őszi vetésűeknek a reggeli fagy, a talajmunkában, az őszi vetésűek fejtrágyázásában még segít is. Ezek a mínuszok nem súlyosak, tehát ez Isten igazából nem jelent súlyos károsodást a őszi vetésűeknek, mégis ezek ugye jelesül az őszi árpa, őszi búza, őszi káposztarepce, tehát ezek a fagyok nem okoztak jelentős károkat. Egy nagyon picit a korai talajmunkába, a őszi vetésűek fejtrágyázásában még segítenek is, egész addig, amíg ki nem enged a fagy. Azokon a táblákon, amik nem voltak teljesen átázva, mert ahhoz viszont kevés, hogy annyira megfagyjon a föld, hogy elbírja a gépeket egész nap. Tehát ez ilyen hajnali munka, éjszakai munka, jobb hiány, alkalmazkodnunk kell az időjáráshoz. Inkább nagyobb gond még az, hogy a talajok még mindig jelentősen át vannak ázva. A felszíni vizek 90%-a már eltűnt, helyette a vízfoltokat láthatjuk, mint itt a szomszéd táblán is. Ritkábbak egy kicsit a kalászosok, mint annál a táblán, amin most állunk, de vannak egész szépek is, illetve a repcében is vannak egész szépek. Úgyhogy én azt mondom, hogy bizakodóak vagyunk, de nagyon nehéz tavasz áll előttünk, össze fognak torlódni a munkák, úgyhogy látom azt is, hogy próbálkoznak a gazdálkodótársak is, nézegetik, nem igazán megy, abba hagyják, újra próbálják. A Kft. Járhatóvá tette az utakat, végigtárcsázta a Széles, a Kenderesi, a Bócsai és a Tarattyó utat, így jól megközelíthetők a táblák, tehát ha a talaj olyan lesz, hogy bírják a gépeket, lehet dolgozni. Úgyhogy mi is azzal kezdtük, hogy járhatóvá tettük az utakat, végigtárcsáztuk a belső keresztutat, a Széles utat, a Kenderesit, a Bócsait, a Tarattyó utat. Jelzem, nem mi voltunk egyedül, akik ezeken az utakon jártunk, de rend a lelke mindennek, így most már jól megközelíthetők a táblák, tehát hogyha magán a táblán a talaj olyan lesz, hogy bírja a gépeket, lehet dolgozni, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki megindul. A vízkár az őszi vetésűekben 20-25%-os, a tavasziaknál csupán hátráltatja a talajmunkát, a talajerő visszapótlást, ami munkacsúcsot fog okozni. Az őszi vetésűekben egy olyan 20-25%-os kár az tapasztalható. A tavasziaknál ott ugye csupán hátráltatja a talajmunkát, hátráltatja a tavaszi talajerő visszapótlást, amit már említettem, hogy munkacsúcsot fog okozni. A nyíregyházi időjós előrejelzése szerint az évi csapadék eloszlása egyenlőtlen lesz, az asszály inkább az őszre lesz igaz. Én minden évben megvásárolom a nyíregyházi időjósnak az előrejelzését, abban nem igazán ez van. A csapadék eloszlása egyenlőtlen lesz, az asszály az inkább az őszre lesz igaz. És az előrejelzés alapján, ugye május első ugyan aranyat ér, mivel azonban áprilisra és májusra is elég sok csapadékot jelez, ezért félő az, hogy az amúgy is torlódó tavaszi munkákat még ez majd nehezíteni fogja, de ezt majd meglátjuk, a Jóisten kezében vagyunk itt most, úgyhogy itt majd mindig alkalmazkodunk az időjáráshoz, ami éppen van. A tavaszi kalászos nem is jelentős a határban. A Karcagi Kutatóintézet által előállított különböző vetőmagokat is egyre inkább használják a gazdák alternatívaként. Cirok, szudáni fűköles, de van, aki nemesített disznóparéjjal foglalkozik, vagy mákkal. A tavaszi kalászos az azért nem szokott jelentős lenni a karcagi határban, tehát hogyha nézzük a tavaszi árpát, nem szokott pár száz hektár szokott előfordulni, még a zabot el lehet vetni, olyan is lesz, aki még a tavasz árpát elveti, hiszen hogyha tényleg bejönnek ezek a csapadékok, akkor még abból is termés lesz.
Emellett ugye a Karcai Kutatóintézet által előállított különböző vetőmagvakat is egyre inkább használják a gazdák. Sokszor alternatívaként gondolok itt a cirokra, gondolok a szudáni főre, a kettő hibridjére, vagy egyre többet látok kölest, annak különböző formáit, a fehér, a vörös kölest. Van, aki nemesített disznóparéjjal, úgymond amaranttal foglalkozik. Van, aki próbálkozik a mákkal, nem is tudom, így hirtelen. Ugye az olajtöknek annak már most nálunk hagyománya van a Karcegi hatában, de az még ráér, tehát az nem csúszik. Azért klasszikusan ugye marad a búza, az őszi árpa, a repce, a napraforgó, a kukorica, és akkor emellé jönnek a felsorolt növények, illetve hát van egy kötelezettsége mindenkinek, hogy általa művelt földek 5%-át ugaron kell tartani, vagy ha nem ugaron tartja, akkor ugye zöld trágya másodnövényt kell vetnie. Hát most lehet, hogy ugaron marad, és lehet, hogy majd a zöld trágya másodnövény még azért belekerül egy természetes talajerő visszapótlásnak. Én inkább így látom, hogy efele tendálnak. Tarjányi Gergő, a Györfi István Katolikus Általános Iskola hetedikese birkózásban több országos helyezéssel büszkélkedhet. A felnő rendőrként szeretne dolgozni. Köszöntöm nézőnket! A Györfi István Katolikus Általános Iskolában Tarjányi Gergővel beszélgettünk, aki a birkózásban volt eredményes az elmúlt időszakban. Mit kell tudni róla, hanyadikos vagy, és egyáltalán hogy jött a sport az életedbe? A hetedik osztályban járok, hetedik B, és 2013-ban kezdődött nálam ez a birkózás iránti érdeklődés édesapám részéről, mert ő gyerekkorában ugyanezt a sportot csinálta, és egyszer levitt edzésre, és ez így nekem megmaradt, és azóta is tart. És elmondhatjuk, hogy azóta apát utolérted a teljesítményekben, vagy már túlszárnyaltad? Hát szerintem túlszárnyaltam. Hát erre büszkének kell lenni, azt gondolom, ő is büszke rád. Mit adott neked a birkózó sport maga? Elég sok magabiztosságot, sok önbizalmat, és a koromhoz képest egy kimagasló fizikumi szintet. És mondjuk az első versenyen voltak könnyek, amikor esetleg veszítettél, tehát ezt is megtanultad, hogy hogyan kell veszíteni? Hát igazából muszáj volt, mert nincs olyan, hogy minden versenyt meg kell nyerni, meg lehet nyerni. Amikor oda mész és elkezdődik a verseny, akkor ki tudod magad kapcsolni, hogy csak arra koncentrálsz, vagy mi segít ebben? Igazából versenyek előtti bemelegítés általában szokott segíteni a kikapcsolásban, és így a meccsén is tudok koncentrálni. Az jó, hogyha apa ott van a szőnyek szélén, vagy az éppen nem jó, mert esetleg zavar? Természetesen jó, mert jól esik a szőnyek melletti biztatás is. Mit kell tudni rólad? Ki az edződ és hol sportolsz? Kovács Lajos és Szabó Bence, és a Püspökladányi Nehéz Atlétikai Sport Egyesületnél vagyok. Legjobb eredményeid? Országos bajnoki harmadik hely és diákolimpiai harmadik hely. Karcagon hol tartod magad a birkózók között az eredményeiddel? Hát van egy versenyző, aki még kicsit felettem van itt a karcagiak között, de nem sok válasz már eltűlde sem. Hogyan tudtok most edzeni? Már azt gondolom, hogy nálatok is elindulhattak néhány hete az edzések, de addig hogy volt? Addig otthoni edzéseket csináltunk, kaptuk a különféle feladatokat interneten keresztül. Mesélj azért egy kicsit az iskoláról is, hetedikes vagy. A sport mellett mi az, ami kedvenced az iskolában? Hát igazából a testnevelés órák, és mellett az informatika. Ez a kettő akkor azt is jelzi, hogy ezen a vonalon szeretnél majd tovább menni? Nem, ahol tovább szeretnék menni, az a rendészeti szak. Hát az akkor tényleg hogy jön ide? A rendészeti szakhoz ugye kellenek a fizikumi szintek, és ugye az engem sokkal jobban vonz, mint az elméleti dolgok. Hírstúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor. Esperes úrral az idei húsvét üzenetéről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor, esperes. Üdvözlöm esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit szeretettel. Megújul a természet, itt van már a tavasz, és egy hatalmas ünnepkörben vagyunk benne, ugye a húsvét az egyházak számára, a református egyház számára. Mit is jelent pontosan, mit ünnepelünk ilyenkor?
A megfogalmazás az tökéletes volt, teológiailag is, mert ez egy ünnepkör. Valóban egy ünnepkörről beszélünk, aminek a csúcspontja maga a húsvét, de egy nagyjából 40 napig tartó időszak, az a böjt, az is ide tartozik. Tehát a böjt az, amivel elindultunk ebben a csodálatos ünnepkörben, ami arról szól, hogy előkészülünk, lelkileg bemosakszunk, felkészülünk arra, ami most érkezett el, ez a nagy hét. És a nagy hétnek a végén van a húsvét. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a húsvét ünnepli, akkor ha pontszerűen ilyen sportjelleggel magára a húsvét napjára gondol, akkor az távol áll az igazságtól. Úgyhogy örülök ennek a megfogalmazásnak. Tehát az első, amit szeretnék elmondani, hogy ez egy húsvéti ünnepkör, amit mi ilyenkor ünneplünk, a virágvasárnappal elkezdődő nagy hét, az pedig azért nagy hét, mert az történet, az üdvösségünk, a megváltásunk szempontjából a legnagyobb események ezen a héten vannak, és ennek a vége, a csúcspontja, a feloldása, a magyarázata a húsvét. Amit egyébként úgy kellene, úgy élenék mondani, feltámadás napja, tehát Jézus feltámadásának a napja. Egy ilyen rövidebb eszmei, ideológiai bevezetés után térek arra rá, hogy mi a húsvét. A húsvét a minden. Tehát a húsvét igaz, hogy valamilyen eseménynek a vége, de valójában az origója, a kezdete. Egy kicsit segítek megérteni. Jézus húsvéti feltámadása, a halálból való életre támadása nélkül semmi nem érthető, amit mi ünneplünk. Mit jelent a mai kor embere számára a húsvét? Hát ha a húsvétot úgy gondoljuk végig, ahogyan fölvezettem, akkor ad egy bizonyságot arról, hogy nincs egyedül, mert ha van feltámadás, és van a feltámadás utáni élet, ami Jézusban bizonyítékot nyert, akkor az bizonyítéka annak, amiről Jézus beszélt, hogy van egy másik hatalom ezen a földön, ami nem emberi, nem evilági, hanem mennyei, ez egy másik dimenzió magyarul, amely erősebb azoknál a törvényeknél, amik ebben a földi létben bennünket korlátoznak. Akkor nem vagyunk egyedül. Ha nem vagyok egyedül, ha nem vagyunk egyedül a földi létben, akkor van kire támaszkodni. Akkor nem vagyunk porszemek, amelyet ide-oda fúj a szél. Akkor nem vagyunk a fátumnak, a végzetnek, vagy éppen emberi hatalmaknak kitett létezők, akik ha eltűnnek erről a földről, akkor semmi nem lesz probléma ebben a földi létben. Azzal, hogy Jézus feltámadt, azzal bizonyította, hogy van egy másik világ, van egy másik hatalom, van egy másik dimenzió, létezik egy másfajta létforma, aminek hatása van erre a földi létre, ezért én nem félek. Ezért nem izgulok, és nem úgy hallgatom a híreket, hogy az az egy valóság van. És hogyha azt hallottam, hogy én senki vagyok, semmi vagyok, ha lecserélhető, ha csak egy sorszám, akkor én tudjam a helyemet, hogy én nem vagyok más, mint a teremtett világnak, a természetnek egy véletlenszerű hozadéka, amit így el lehet tüntetni. Tehát ez ad nekem bátorságot, ez ad nekem optimizmust. Mindenféle helyzetben, hogy nem ezeknek a földi és az elmúló véges korlátos hatalmaknak van egyedül szava az én történetemben és a történelmünkben, hanem van egy másik hatalom is. Tehát ezt kellene adja a feltámadás ünnep. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék,
Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!